reggeli, 2 tojás és 3 szelet, hosszú szelet bacon. Jó reggelt, éppen elmentem Aldiba sajtért, ami nagyon ízlett. Ma elmegyek egy randira? Egy ilyen kis ilyen farmra megyünk. Tehát ahol vannak ilyen kecskék, meg ilyenek, meg ilyen minigolf. Úgyhogy ma ez lesz a program. Mielőtt elmentem, bekaptam gyorsan egy ilyen avokádós salátát, amiben csak zöldek vannak, és ezt vettem fel, fekete teljesen, mert mindig kész vagyok elmenni valakinek a temetésére, és erre még felvettem egy ilyen bőrkabát, Pinko van hátul írva, az a márka. Ez az a hely, DK Farms, ez Clearwaterben van, vettem egy ilyen kis etetőt, nagyon aranyos, ma alig vártam, hogy itt érjek, viszont alig volt itt ember. Nagyon hideg volt. Oh, there's a dog too. Hi! Look at the babies! Hi, do you want some food? Okay, hold on. A little more. Nom nom nom. This too? Oh, it's so nice. So yummy. Hi! Hi! You want some too? Oh! Okay, you got a big one. Baby gets a big one. Just a little more. You can have some too. Oh my goodness. You're just so cute. Hi, chickens. Little babies. So cute. No food. No, we're so cute and fluffy. Oh, you actually got it. That was better than I expected. Hi! What happened? What happened? What happened? Most első egész nap is sötét van. Elfelejtettem mesélni, milyen volt a randim. Ilyen 2 méter magas. Állandó. Így kellett felnéznem. Nagyon magas. Ő Minnesotából van, úgyhogy nem floridai. Floridai. Elmentük egy ilyen petting zoo-ba. Ott voltak kecskék, disznók, akik aludtak. Utána találtunk ilyen kis pónikat és nyuszikat. Azt hittem, hogy sok ember lesz, mert hétvége van, de alig voltak emberek. Először simogattuk az állatokat, utána mentünk golfozni, ilyen minigolf. Én nyertem. Utána játszottunk ilyen más ilyen, voltak ott ilyen játékok, ilyen board games. Azt játszottunk, azt mind ő nyert. Ja, elég jó volt. Még nem döntöttem el, hogy akarom látni újra. Talán lehet, hogy csak barátkozni. Majd meglátjuk. De jó volt. Végre kimozdultam a házból. Reggelire csináltam egy ilyen smoothie, benne van kale és áfonya, az a kék bogyó, meg hemp seeds, ami ezek, imádom, salátára nagyon jó, és még tettem bele szárított szilvát, ezt imádom, nagyon finom. Ebédre ettem egy ilyen bao, ilyen gombás bao kimcsivel, ami isten jó volt, de nagyon-nagyon csípős, ez a kimcsi, imádom a baot. Kicsit sötét van, de van egy pár hírem. Teljesen elfejtettem videózni. Elmentem egy orvoshoz, ugye pár hét ezzel voltam orvosnál, hogy én vezetlen csinálni, fogszabályzó, és ő kérte, hogy menjek el. Ah, jött a postás.
kérte, hogy menjek el egy másik orvoshoz, hogy kapjak ilyen approval, hogy szabad nekem az Invisalign tenni, hogy nincs semmi gond. Mikor Magyarországon voltam, whisky. Mikor Magyarországon voltam, elmentem fogorvoshoz, nagyon jó fogorvoshoz, és megcsináltatott mindent, amit kellett, mert azért mentem oda, hogy megcsináltasson, ha kell valami, hogy készen legyek a fogszabályzóra. Szóval minden meg lett javítva, ami kellett hozzá. Tegnap elmentem arra a orvos, hogy szerezzek az approval, és valahogy, valami mágiából talált, hogy nekem itt az elején van, vagyis kell két tömést csinálni. A cavity, amikor kis lyuk keletkezik. Na most Magyarországon voltam 2 hónapja, kb. Megnéztem Google-on, mennyi ideig tart, hogy egy ilyen cavity kijöjjön. Azt mondta, hogy lehet, hogy bárhonnan 6 hónap és 5 év között. Szóval fizikailag nem lehetett, hogy 2 lyuk jött 2 hónap alatt. Szóval. És ugye a múltkori vlogban mondtam, hogy mennyibe került ez a Invisalign $5,600. De én még csináltattam egy második, más helyen időpontot megnézni, hogy mennyibe került tőlük, egy másik helytől az Invisalign. $5,016, szóval majdnem $600 olcsóbb egy másik helyen, és átnézték a fogaimat, és mondták, hogy nincs vele semmi baj. Úgyhogy nem bízok amerikai orvosokba. És az a két tömés lenne $600+. Csináltam időpontot két hét múlva, hogy akkor tegyenek fel a impression, megnézni, hogy megtervezni ezt a Invisalign fogszabályzó. És kb. Egy hónap múlva lesz kész. Az az egyik dolog. A másik dolog, erről a randiról beszéltem két ismerősömmel, Gaurav-vel, az indiai fiúval és Wendy-vel, hogy mit gondoltatok erről, mert szóval mi mentünk minigolfozni, utána ott volt egy ilyen food truck, és kicsit éhes voltam, mert már elég hideg volt, már befejeztünk minigolfozni, úgyhogy mondtam, hogy együnk valamit. Én rendeltem egy ilyen tater tots, ez ilyen krumpli, majdnem olyan, mint a sült krumpli, csak ilyen kicsik, ami volt $5, és egy üvegvizet, ami volt $6. Vagy nem, az üvegvíz volt $1, szóval összesen $6. $6. És ő, a fiú nem is, hogy mondják, hogy offered, vagy nem is, mondjuk megnézem, ajánlott. Nem is ajánlott, hogy kifizeti, értem, azt a $6, ami egy kávénak az ára. Nem is ajánlott. Nem vártam el tőle, csak hogy rendeltem, és kihúztam a pénztárcám, hogy fizessek, és nem is ajánlott, hogy fizet érte. Nem úgy van, úgy működik a randik, hogyha valaki meghív téged, akkor az az ember fizet. Oké, értem, hogyha ilyen nagyon nagy a számla, hogy ilyen $100-200, akkor nem fogom elvárni, persze, kifizetem a felét, az én részemet, de nem is ajánlott. Erről azért nagyon gondolkodtam, erre mert állandóan TikTokon látok, hogy amerikai férfiak, és szerintem erre fogok csinálni egy videót, hogy randizni Amerikába, hogy amerikai férfiak, ők nem akarnak férfi lenni. Ők akarnak. Úgy értem, hogy nem akar férfi lenni, hogy eltartsa nőt. Nem mondom neki, hogy fizesse az albérletemet, meg a más dolgokat, de hogy egy férfinak kell a provider lenni. Erre meg kell néznem, hogy mondjam rendesen a magyarul, de például fiúk, ha meghívtok egy lányt randira, akkor nem fogsz ajánlani neki, hogy megveszed a kávéját, mert te hívtad a lányt randira, vagy ha mentek a vacsorára. Szóval mit gondoltak erről? Fogok csinálni kutatást, és nézni, hogy mások hogy gondolnak erről, mert van egy ilyen mím, ilyen röhögős mím, hogy amerikai férfiak mostanában, mikor összeköltöznek a párukkal, lányjal,
akkor a férfiak, ők akarnak egy szobatársat, hogy fele-fele fizessék a albéletet, de akarnak, hogy a feleségi dolgokat kapjon ettől a nőtől, hogy a nő takarítson, főzzön, háromszor naponta mossa a ruháit, akarja, hogy fizessen is mindenért, vagy legalábbis része mindenért. Nem tudom, hogy én ilyen régi stílusú vagyok, hogy a férfi a maszkulin, a férfi a, aki fizet a lakásért, a nő meg eltartja a lakást. Meg a gyerekekre vigyáz, ilyen dolgok. Mostani férfiak valahogy akarják, hogy a nő csináljon a legtöbb dolgot. Hogy ne csak fizessen a fele albéletért, hanem még takarítson is a házat, csinálja a nappalinak háromszor ételt, reggeli, vacsora, ebéd, és még a gyerekeket is nevelje fel, meg menjen vásárolni. Akkor mire van szükség a férfira, ha nem támogat semmivel? Ja, risk! Alszik és morog. Oké, most ebből ennyi takarítok. Elvittünk egy csomó dobozt a storage-ba. Megvan a lakás. Beiratkoztunk egy lakásba. Április közepén költözünk. Ja. Úgyhogy örülök, hogy jóval közelebb a városhoz lakunk. Fogunk lakni. Szóval eddig. Most rá. Ennyi.